Nem kellene ilyen halni, ugye? Legalábbis itt, a Kárpát-medencében. Magyarországon az utóbbi években egyre jobban hallani, hogy szégyen, hogy nem vagyunk önellátóak élelmiszerek területén sem. És továbbra is csak beszél mindenki, az igazi változás pedig még sehol. Fogel Fricinek üzenem, hogy igaza volt, tényleg, hogy valami történjen, meg kell emelni a seggünket. Úgyhogy nemrég elmentem Egyiptomba, mert egy barátom felhívta a figyelmet, hogy Kairótól északra 40 év alatt egy ember kitartóan létrehozott egy közösséget, és a sivatagból egy paradicsomot varázsolt. Mr. Abules, aki nemrég lépte át a küszöböt, többször elmondta nekem, és a fia is, hogy mi a titok. Az Alkimisták című filmemben beszélnek is az útjukról, de rengeteg fel nem használt anyag, be nem mutatott, hát ilyen snittek, felvételi anyagok maradtak, amik esetleg itt Magyarországon adhatnak új, friss, praktikus gondolatot azoknak, akik nem csak beszélnek és mindig másokat hibáztatnak, hanem képesek tenni is valamit. Nem kell mindenkinek elmenni háborús vagy bizonytalan övezetekbe, a világ sok pontjára, hogy ismereteket, inspirációkat szerezzenek. Ez a magam fajta dolga. Azt vettem észre, hogy itt, Közép-Európában, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, még mindig csak a nyavajgás dívik, mert nyavajogni valószínűleg az sokkal könnyebb. Viszont ha felismernék az emberek, hogy volt idő, és az most van, amikor felkészülhettek volna, hogy amikor jön a hét szűkös esztendő, akkor nem kellene éhezni, vagy nagy Isten, éhen halni. Mert az tény, hogy miután levadázták és kiirtották a magyar parasztságot is, azóta sokban tartják ezt az országot. Most a kényelem a szellemi lustaság fegyvereinek a tárházával, ami hatalmas. Működő, praktikus dolgokat mutattam az embereknek, mint szabad filmes az utóbbi 20 évben. Elhoztam mindent, amit tudtam nektek, sokszor necces szituációkból, de olyan információkat, működő példákat, amelyekkel tovább lehetne lépni itt nekünk, Közép-Európában. De nekem tiszteletben kell tartanom az emberek döntési szabadságát, úgyhogy mindenki úgy végzi, ahogy akarja. Ha másik utat választjátok, az rajtatok áll. Úgyhogy a következő néhány videóblogom ezekről az életmentő lehetőségekről fog szólni, amik már évtizedek óta működnek, csak sajnos sem a nagy médiákban, sem a magasabb szinteken nem esik szó róluk. Nem véletlen. Úgyhogy sok erőt kívánok azoknak, akik már a tettek mezején lépkednek. Vannak, csak nagyon kevesen még, pláne itthon. Mert ne feledjük, hogy a dolgok csak akkor működnek, működhetnek, ha először magunkban teszünk rendet, és nem másokat kritizálva, vagy megítélve, elítélve éljük az életünket. Mert hiába követjük a nagy emberek kiküzdött hatalmas eszméit, szellemi műveit, ha mi még arra sem vagyunk képesek, hogy legyen egy saját, önálló gondolatunk. Vagy hogy képesek lennénk szerényen, emberségesen viselkedni először kis köreinkben. Nagy Isten, merve hibázni, és bátran felismerni először azt, hogy sok beszédnek higa leve, ahogy ezt a szép magyar nyelv mondja. Mr. Abules fiát ott Egyiptomban, hát meggyötört az élet, tudom, hogy börtönbe is zárták, de mindig felkelt a legnehezebb szituációból is, és most ő vezeti a Szekem projektet, ott a sivatag közepén, hogy a következő 40 évet is példájukkal erőt adhassanak azoknak, akik tenni fognak, és nem csak kritizálva rombolnak, ne adj Isten. És azt se feledjük, hogy a pokolba vezető út sokszor jó szándékkal van kikövezve. Mennyi ilyet láttam, te jó ég. A sorozatom jövő héten fog indulni, rövid, praktikus részekkel. Először Egyiptomba viszlek el titeket, aztán Kanadába, Új-Zélandra, és így tovább. Egy adással fogok jelentkezni minden héten, ez a terv. Így együtt alakíthatjuk az adásokat a kérdéseitek alapján, mert ahogy mondtam már, egy hatalmas archív felvételi anyag van a birtokomban, amit úgy adhatok át nektek, ahogy ti szeretnétek végül is. Akkor kezdjük a kalandot együtt, jövő hét pénteken ismét jelentkezek.